Tavaly szeptemberben kapcsolódott be az országos felsőoktatási vérkeringésbe Kisvárda, ekkor indult el a Debreceni Egyetem segítségével a mezőgazdasági mérnök alapszak. Akkor a meghirdetett 25 hallgatói helyre több mint 8-szoros volt a túljelentkezés, az érdeklődés pedig ebben az évben sem csökken a kisvárdai képzési hely iránt. Idén februárban az Óbudai Egyetem jelentette be, hogy műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzéseket indít 2017. szeptemberében és 2018. februárjában Kisvárdán. A nagy érdeklődés miatt a Civisváros Felsőoktatási Intézménye közben a meglévő mellett újabb szakokat indít el a Felsőszabolcsi Kisvárosban. Újabb képzéseket indítunk el a Debreceni Egyetemmel, együttműködésünk egy sikertörténet a gazdaságtudományi karral, a turizmus vendéglátás, a vidékfejlesztési agrármérnök új szakokat indítottuk, nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók, mind a két szakot indítjuk a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központba, a mezőgazdasági mérnök képzést újraindítjuk, illetve ebbe az évbe is meghirdettük, meg kellett emelnünk a létszámot. A 25 fő maximálval volt, 25 főbe 30 főre emeltük, és egy új egyetem is belépett a képzésbe, a Szent István Egyetem Gödöllő élelmiszermérnök. Több mint 100 hallgatónk lesz így. Az új szakokra az országos átlag feletti pontszámokkal vették fel a hallgatókat, és a karokra együtt és külön-külön felvett hallgatók összpontszáma előkelő helyen szerepel az országos összesítésben. A képzés fontosságát emelte ki a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára is, aki előadásában arról beszélt. Az észak-alföldi régióban viszonylag magas erőforrás igényen működő vállalkozások működnek, amelyeknek a fejlődés és a hatékonyabb termelés érdekében használniuk kell a modern digitális eszközöket, és digitálisan is képezniük kell dolgozóikat. Manapság a munkaerő hiánya a magyar gazdaság fejlődésének az egyik nagy akadálya, tehát ha van jól képzett munkaerő, az magába vonja a külföldi tőkét. Tehát a feladat az, hogy a munkaerőt minél magasabb szintre képezzük ki, és ezáltal jussunk el arra a fázisba, hogy magasabb hozzáadott értéket biztosítson. Ami nagyon lényeges, a digitális tudás, a digitális ismeret, hiszen a korszerű ipar, korszerű gazdaság átment ilyen digitális átalakuláson, vagy megy át egy digitális átalakuláson. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy versenyképes, eladható tudás legyen, termék legyen, akkor mindenféleképpen ezt a digitális tudást meg kell szerezni. A nyári egyetem témái között szerepelt a 21. századi munkaerőpiaci trendek és a duális képzés kapcsolata, az élelmiszerellátó hálózatok modernizációja és az okosvárosok előnyei. Kifejezetten az adott térségnek megfelelő plenáris üléseket is tartottak az érdeklődőknek. Ilyen volt például a turizmus és vendéglátás aktuális kérdései az Észak-Alföldi Régióban című tanácskozás.